Sziasztok, Vezse Roland vagyok, a Spátrend Kft-nek az ügyvezetője. Mi vagyunk a Broiken Grilleknek a forgalmazója. Szeretném nektek megmutatni azt, hogy az ember hogyan választ általában grillt, illetve ha már eldöntötte, hogy gázgrillt szeretne, akkor hogyan választ gázgrillt. Ami itt van előttem, ez a Broikennek az egyik legnépszerűbb darabja, úgy hívják, hogy Sovereign 90-es. A forma, amit itt láttok, ez a Broikennek egy nagyon hagyományos kanadai formája, igazából a grill már nagyjából egy évtizede így néz ki, és nagyon-nagyon tipikus, hogy az egyik oldalon kisebb a kereke, a másik oldalon nagyobb, hogy minél könnyebb mobilizálható legyen. De nézzünk is bele, hogy mi van egy ilyen gázgrillben. Kívülről azt látjuk, hogy egy nagyon robosztus, masszív szerkezet, hogyha felemeljük a gázgrill tetejét, már lehet érezni azt, hogy milyen a minősége és milyen anyagokból készült. Ennek a grillnek nagyon különleges öntött alumínium sütőtere van, az egész egy öntvény, és csak rá van téve díszítésként ez a külső fényes burkolat, rozsdamentes burkolat. Ez az öntött alumínium sütőtér, illetve a sütőtér teteje, de az alja is öntött alumínium, azt a célt szolgálja, hogy minél jobban tartsa a grill a hőt, és előre meghatározott hőáramlási vagy légáramlási felületei vannak, illetve útjai vannak a grillnek. A formája céltudatosan úgy van kialakítva, hogy az minél öblösebb legyen, és minél jobb legyen benne a légáramlás. Ez egy három gázégős darab, 1-2-3 felső gázégője van, ami itt van ebben a térben elhelyezve. Ha már gázgrillt választottok, akkor érdemes úgy választani, hogy a lehető legmegfelelőbb legyen a mérete a grillnek ahhoz képest, amit szeretnétek. Ez a Sovereign 90-es modell, ez egy közepes családnak az egyik legfelkapottabb, legmegfelelőbb grillsütője, és mindjárt elmondom nektek, hogy miért. Külső ránézésre nagyon jók a polcai a grillnek, rengeteg tároló felület van rajta, és rengeteg akasztó, amit arra tudunk használni, hogy az eszközöket, a szerszámokat, a grillezés előkészületeit el tudjuk végezni a két polcon, és itt pedig a fűszereket tudjuk rajta elhelyezni. Van benne egy forgatónyárs, erről is mesélek majd, hogy milyen célt szolgál, és van benne egy oldalégő, az oldalégőn pedig el tudjuk készíteni a leveseket, szószokat és mindenféle egyéb jót. Hogy néz ki egy gázgrill belülről? Először is, hogy felülről nézzük a Broikennek a sütési rendszerét, van egy nagyon erőteljes rács. Ha most itt lennétek mellettem, akkor a kezetekbe adnám, hogy nézzétek meg, hogy milyen masszív és nehéz. Ez a háromszög alakú elemekből álló öntött vasrács gyárilag le van kezelve egy felülettel, hogy ne tudjon rozsdásodni, de egyébként ez egy öntött vas azzal a tulajdonsággal, hogy nagyon-nagyon jól tartja a hőt, és akkor rozsdásodik, hogyha nem kezeljük, úgyhogy ezt használt előtt után mindig le kell olajoznunk. Két oldala van, az egyik oldala háromszög alakú, a másik pedig ilyen kis utakat tartalmaz az olajnak, illetve a zsíroknak, hogy le tudjanak csöpögni. Hogyha zsírosabb ételeket teszünk rá, akkor ebbe a formába kell betennünk a rácsot, hogyha kevésbé zsírosokat, akkor pedig így. Például a legjobb sztékeket, ahogy az ábrázolva is van, a Broikennek ezeken az öntött vas rácsain lehet elkészíteni. Ma már ezek a rácsok egyébként léteznek öntött rozsdamentes anyagból is, de a leghagyományosabbak és legjobbak a Broikennek az öntött vas rácsai. A rács nem véletlenül van így kialakítva, nagyon picik a rések a rácsok között, ez azért van, hogy az étel ne tudjon közé esni. Ez nagyon banálisnak tűnik egyébként, meg nagyon egyszerű gondolatnak, de a legtöbb grillgyártó a rácsot csak arra használja, hogy megtartsa az ételt. A Broiken azért használja a rácsot, hogy ez fölmelegedjen, és ezen süljön meg az étel, és ez maga hőtartó funkcióval van ellátva. Mitől lesz az ételeknek füstös íze? A gázgrilleknek, a Broiken gázgrilleknek az egyik legfontosabb eleme, ez az aromasín, amit itt láttok a kezemben. Az aromasínnek olyan a szöge, hogy a fölülről rácsöpögő zsír, az nagyon szépen lassan leolvad, illetve legördül rajta, és mire elérni a rácsnak, vagy ennek az aromasínnek az alját, addigra visszapárolog. A zsíroknak a forró felületre történő lecsöpögése és visszapárolgása adja a gázgrilleknél a grillezett ízét az ételeknek. Egy picit tévhit az, hogy a faszénes grillezőkben a füstös ízt az a faszénnek a füstje adja, ugyanis a faszénre csöpögő zsírok adják az ízt, és ezen az aromasínon ugyanazt a felületet lehet
ugyanazt a funkciót lehet megtapasztalni, mint a forró faszénen, tehát ha ide rácsöppen a zsír, akkor innen visszapárolog, és egy ilyen nagyon finom, füstös, grillezett íze lesz az ételeknek. Ugyanazt a funkciót látja el, mint maga a faszén a faszénes grillekben. Hogyha még jobban belenézünk a grillbe, itt látjuk, hogy milyen formája van, milyen céltudatos formája az öntött alumínium sütőtérnek, és van benne egy gázégő. A Broiking gázégője nagyon különleges, ezt megmutatom egy ilyen kis demonstrációs eszközön. Úgy néz ki, hogy egy átlag gázgrillnél a gáz egy irányból érkezik, és mire elérkezik a másik oldalára a gázégőnek, vagyis innen oda, addigra a hőeloszlása már egyenletlen lesz. Tehát ha itt bemegy a gáz, akkor az elején nagyon fog égni, és hátul pedig egy picit kevésbé. Szóval mindig vigyázzunk arra, hogy milyen távolságra helyezzük el a húst a grillsütő elejétől. Most a Broikingnél ez nem így van. A Broiking gázégője egy dupla falu gázégő, előről jön be a gáz, de középen két irányba indul el a cső mentén, és úgy van elhelyezve ez a találkozási pont, hogy teljesen egyenletes legyen a hátul és az elől égő gázégőknek a hőtermelése. Az egy darab égősor helyett, illetve lángsor helyett a Broiking grilleken kettő darab lángsor van, tehát az egy a jobb, egy a bal oldalon, tehát egy ilyen három gázégős Severn grill például 6 darab lángot tartalmaz, 6 darab lángcsíkot, ami oldalirányban is teljesen egyenletessé teszi a grillben a hőeloszlást. Erről itt talán eleget beszéltünk már az égőkről. Van még egy gázégő ebben a modellben egyébként. Itt hátul, amit itt látunk, ez egy forgatónyárs használata közben használható égősor, ami ha esetleg pizzát sütünk, vagy kenyeret sütünk, hátulról egy ilyen sugárzó hőt ad a grill belsejének, de hogyha grillcsirkét sütünk, akkor alul teljesen el lehet zárni a gázégőket, és a forgatónyás forgatja a grillcsirkét. Ennek ez a funkciója. A Broiking gázgrilleknek ideális esetben a lecsöpögő zsírja az egy zsírgyűjtő tálcában gyűlik össze alul. De nem gyűlik össze olyan sok, mivel ezen a háromszög alakú sütőrácson, mire lefolyik, addigra a nagy része elpárolog. Hogyha fordítva használjuk, akkor szintén a nagy része elpárolog, még a nagyon zsíros és szaftos húsoknak is. A lecsöpögő zsír egy része visszapárolog az aromasínről, ami még tovább esik, az szintén forró felületre esik a grill öntött alumínium belső terében, és ami még onnan is lecsöpög, az pedig beleesik egy ilyen zsírgyűjtő tálcába. A Broikingnél kimondottan kicsi a zsírgyűjtő tálca. Ez azért van, mert ez a sokfajta felület, amire rá tud csöpögni a zsír, annyi visszapárolgást eredményez, és annyi aroma visszanyerést, hogy a végén egy nagyon pici zsírt, nagyon pici aromát veszítünk el, ami a végén itt köt ki ebben a kis tálkában. Nekem például egy évig grillezés alatt telik meg egy ilyen kis tálcácska. Itt látunk egy forgatónyársat, aminek mindjárt elmondom nektek a funkcióját. Le tudjuk venni, kivesszük a forgató motorból, és látható, hogy ezekkel a szabályzókkal lehet azt szabályozni, hogy milyen nagy legyen az a csirke, kismalac, bármilyen fölfűzött hús, ami rajta van. Van rajta egy érdekes dolog, ezt leteszem ide és megmutatom. Van itt egy ilyen súlyozó, vagy tárázó, vagy ellensúly, ami arra való, hogyha rátesszük a csirkét, akkor a legfontosabb dolog az, hogy az központos legyen, és körbe tudjon forogni. Amikor rátettük az ételt, megpörgetjük, és hogyha folyamatosan forog 3-4-et, akkor jó helyre tettük a súlyt, hogyha nem, akkor tudjuk szabályozni, és be tudjuk súlyozni, hogy ez a lehetőleg megfelelőbb legyen. Aztán visszatesszük a helyére, természetesen akkor ezt a felső rácsot innen levesszük, hogy felül helye legyen a grill csirkének, az alsó gázégőket kikapcsoljuk, és csak a hátsóval sütünk. Ami itt van rajta, a forgatómotor, ezt is megmutatom külön. A forgatómotor ez egy nagyon különleges dolog. A Broiking ezt úgy találta ki, hogy folyamatosan forog és konnektorba dugva nem áll meg a forgása, viszont ha a csirke lába vagy az étel bármibe beleakadna menet közben, akkor az automatikusan elkezd a másik irányba forogni, vagyis egyrészt vigyáz magára, másrészt vigyáz az ételre, amit ráteszünk, hogy meg ne tudjon égni, akkor sem, hogyha esetleg valamit rosszul állítottunk volna be. Visszateszem ide. És még két dolgot szeretnénk megmutatni nektek, az egyik ez a felső sütőrács. Általában
A grillgyártók, az egyszerű grillgyártók azért, hogy az anyaggal spóroljanak, ezt a felső rácsot keresztbefutó rácsokkal, illetve ilyen kis lamellákkal oldják meg. Itt viszont a brojkénél azt látjuk, hogy ez hosszában van elhelyezve, elég sűrű ahhoz, hogy mondjuk a legkisebb kolbász vagy virsli is megálljon rajta, hátul pedig van egy kis pereme, hogy ne tudjon legurulni hátra a sütőtérből kiesve az étel, kolbász vagy bármilyen apró darabka, tehát ez ellen tart, amikor le akarjuk venni egy lapáttal. Hát ennek a funkciója az, hogy minél nagyobb felületen, minél több zöldséget, húst tudjunk indirekt módon sütni. Amikor lezárjuk a tetejét, akkor látjuk, hogy beemeli a sütőtér fölé a sütőfelületet, bocsánat a nyekergésért, és így tudjuk elérni azt, hogy minél nagyobb felülete legyen ennek a másodlagos sütőtérnek. És akkor egy dolog maradt hátra, nagyon komoly oldalégője van, nagyon nagy teljesítményű gázégővel, tehát amikor sütünk a grillen, mellette nagyon könnyedén el tudjuk készíteni a szószokat vagy a leveseket, de ezt az elején azt hiszem már elmondtam. Sokan kérdeztétek, hogy hova tesszük ezekben a grillekben a gázpalackot. Minden Breuking sütőnek a belseje úgy van kialakítva, hogy a nemzetközi standard alapján kialakított gázpalackok beleférjenek. Maga a normál méretű gázpalack az nem fér bele, azt mellé szoktuk tenni, és elég hosszú a gázcső ahhoz, hogy odaérjen, de egyébként ide belülre egy kis mélyedésbe szoktuk elhelyezni például az Industry Mini nevű palackokat. És akkor itt lóg benne a reduktor, ezt pedig odaér és csak be kell kötni. Köszönöm a figyelmeteket! A Szevereny grillsütőről ennyit szerettem volna elmondani. Remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy meghoztam a kedveteket hozzá. Egy következő videóban pedig azt fogjuk elmondani, hogy lehet használni ezeket a készülékeket. Broil King. A grillezés tökéletes élménye.